Készül a reggeli egy kis zapkása, eperrel, banánnal, joghurttal, Nescafé, és azt pedig beletartom a kis kulacsomban, úgyhogy így indulok neki a mai napnak. Megy egy 80, elindulok innen, a szállásról. Egy kicsit sötét van, de legalább az eső elállt, egész este eléggé hullott. Úgyhogy nem tudom, hogy hova megyek, meg mennyit. Megint egy ilyen 30 körül próbálok haladni, mert hát elég siralmas az anyagi helyzetem, úgyhogy megpróbálok minél előbb odaérni. Itt vagyok a határban, 6 óra van, eddig 41 kilométernél tartok ma. Itt a szállás az benn van a központban, egész barát ilyen 12 euróban megáll, úgyhogy nagyjából 45 kilométer maradt Santiagoig az utolsó két napra. Ma akarom azért egybe letolni, de bármi előfordulhat, majd meglátjuk. Úgyhogy teljesen jól vagyok, 42 ez nem volt kevés, de nem mentem erőből, korán indultam, és azért többször megálltam ilyen 5-10-15 percekre, tehát most nem azt csináltam, amit szoktam, hogy megálltam kétszer fél órára, hanem többször kevesebbre, és ez így elég jól működött. Úgyhogy fáradt nem vagyok, de éhes annál inkább, úgyhogy van konyha, úgyhogy alig várom, hogy ledobjam a cuccomat, és azonnal megvizsgáljam, hogy mit lehet benne főzni, és gyorsan intézni valamit lehet. Én szerintem most biztos, hogy rámegyek a tojásra, de nem lehetetlen, hogy megint inkább egy pizzánál fogok kikötni, majd kiderül.